az Eötvös Loránd Tudományegyetem, ez egy klasszikus egyetem. A 371. tanévünkben vagyunk, mert 1635-ben alapította Pázmány Péter hercegprímás Nagyszombatban. Amikor megalapította, akkor teológia és bölcsészkar volt, mint a klasszikus, ez később kiegészült jogi karral, majd 100 évvel később orvoskarral. Most 8 karunk van, bölcsészkarunk, jogi karunk, természettudományi karunk. 2002 óta van a természettudományi karból kivált informatikai kar, a bölcsészettudományi karból kivált pedagógiai, pszichológiai kar és társadalomtudományi kar, és van két kisebb, de fontos főiskolai rangú karunk, az egyik a gyógypedagógiai főiskolai kar, a másik meg az óvó és tanítóképző főiskolai karunk. Ebben a tanévben 32.000 hallgatót gondozunk, 3.600 munkatársak az egyetemnek, az akadémiai stáb az 1.800 körül van, és aki segíti az oktatást a titkárnőtön át a laboránson és a kollégiumi tanári könyvtárosig, az is ugyanennyit. A felsőfokú képzésben résztvevő hallgatóknak a 8%-a a mi egyetemünkre jár. Ha viszont a diplomák számát nézzük, akik diplomát is szereznek, akkor 14%. Itt a doktorandusz hallgatóknak az 1/5 az egyetemünkön doktorandusz hallgató. A magyar doktorandusz hallgatóknak 20%-a. Az 1/3, aki Magyarországon doktorál, PhD-t szerez, mint tudományos fokozatot, az az egyetemünkön kerül ki. 28 aktív akadémikusunk van. Ha viszont a professzor emeritusokat nézzük, akadémikusokat is, akkor 40-en föl van a száma. A magyar felsőoktatás országos átlagának pontosan a duplája. Nálunk a minősített oktatóknak a száma. Az ország szellemi életében, az ország kulturális életében, a nemzet stratégiában hatalmas szerepünk van, hiszen a végzett hallgatóink 60%-a pedagógus diplomával megy ki. Ez azt jelenti, hogy a jövő Magyarországának a formálásában veszünk részt. Az óvodapedagógustól, a gyógypedagóguson át a tudós tanár, középiskolai tanáron valóban az egyetemi tanárig képezzük a hallgatóinkat. A többi szak az úgymond kutatószak, de ez a kutatószak ez egy része hidat ver a világkultúrájához, hiszen nálunk van koreai nyelvi és kultúroktatás, svéd, bolgár, mongol, arab, skandináv. Mi így szolgáljuk a nemzet stratégiát, jó tanárokkal, hitem szerint, jó jogászokkal. A jogászok egy nagy része meg a közigazgatásba és állami igazgatásba helyezkedik el. Elég megnézni, hogy a közigazgatás és állami igazgatásnak mennyi vezető helyén van ELTÉ-n végzett jogász kolléga. Miért? Mert jó a képzés. Amikor külföldre megy valaki ösztöndíjas hallgató, nem csak azt nézik meg, hogy hova jár. Ezt a fekete leckékönyvet leszeroxozzák, hogy kitől tanult. És akkor olyan neveket találnak benne, aki a szakmában európai hírű, akkor nő az ázsiója ennek a hallgatónak. De hogy nőjön az ázsiója, értelmes hallgatókat kell a fiatalokból kiválogatni. Olyat, aki például már nyelvtudása jön ide. Tavaly felmérettem, hogy a jogi karra felmérett 400 hallgató körül 1,83 volt a nyelvtudási ráta, tehát majdnem 2 nyelvtudásával jöttek. Erre már lehet építeni az egyetemi tanulmányok során is. Gondoljuk az Európai Unióra és egyéb hivatalokra, most már nemzetközi méretekben. Az egyetemünk azt hiszem, hogy élen jár az esélyegyenlőségbe, ezért van 8 karunk. Az esélyegyenlőség a mi megfogalmazásunkban nem az, hogy mindenki ugyanazt kapja, hanem mindenki maximálisan azt kapja, ami a benne szunnyadó tehetséged elő tudja hozni. Ez az igazi esélyegyenlőség. Az egyetemnek mindig vannak tervei, elképzelései. Ez két részben van. Vannak egy úgynevezett középtávú tervek. Ez azt jelenti, hogy legalább egy képzési ciklusra, tehát most azt mondtam, hogy 2010-2011-ig lévő tervei. És vannak egy hosszabb távú. Most a rövid távú tervek az van, hogy alkalmazkodni kell, amit az oktatáspolitika előírt, ez a bolognai folyamat harmadik lépcsőhez, a lineáris képzéshez. Tehát ezt megalakítottuk. A hallgatók már 2006-ban tudják azt, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen hol lehet megkezdeni a tanulmányokat, és morális kötelezettségünk volt azt is leadni, hogy terveink szerint, aki majd a 3 évet elvégzi és mutat képességet, készséget és elkötelezettséget, milyen magiszter szakokon tud tovább tanulni, hogy ágazik szét ez a széles út, milyen tudományösvények egyét majd előttük, hogy magiszter fogad. Ezt is meghirdett. Nem teljes pontossággal, inkább csak az irányban hirdettük meg azt utat. 44 külföldi egyetemnek van közvetlen élő kapcsolatunk, és bizony átveszük a tapasztalatokat. Egyetemi szinten, akár az én egyetemem lépést tart, és ugyanazt kívánja ugyanúgy oktatni, mint amit látjuk, hogy mit kívánnak Heidelbergbe, Oxfordba, Bécsbe.
A hosszabb távú terv az az, hogy nálunk, azt mondtam, hogy akiket fölveszünk hallgatókat, annak 30-35%-a tanul tovább magiszter szakon, és hitem szerint kb. 1%-ának kéne tovább menni doktorinak. Én azt szeretném, hogy a én egyetememben ez a piramis, ez nem piramis lenne, hanem egy hasába. Azt szeretnénk elérni, hogy akiket felveszünk, és mégis kiderül róla, hogy tehetsége, akarata szerényebb, és ezért kiválik, hogy ugyanakkor máshonnan vonszunk hallgatókat, akik máshol végzi ezt az alapképzést, bachelorképzést, és ővele töltjük. Szeretnénk azt a szerepet betölteni az ország tudományába, kultúrájába, Oxford vagy Cambridge, az École Polytechnique, vagy Heidelberg, a mások szóltató betölt Németországba, Franciaországba, Angliába. Akik itt az egyetemen vannak benne java, és ez elég széles bázis, az egy nagyon jó magyar jövőképet fog adni. Csak nekik meg kell adni a támogatást, a segítséget, nekünk úgy, hogy jó korszerű oktatási anyagot kell adni, az oktatáspolitikának feltételeket kell biztosítani, a kormányzati politikának, meg az oktatáspolitikához kell feltételeket biztosítani. Így épül ez egymásra.